Szorgos diák ujjak tűzik, varják, vasalják a textilt a ruhaipari tanműhelyben. 41 szakmában országosan több mint 5000 diák vett részt a Szakma Sztár Fesztivál elődöntőjében. Az írásbeli forduló után a könnyűipari szakmák előválogatóján 17 tanuló mérte most összetudását Szombathelyen. Inkább a részfeladatok nehezebbek benne, én úgy mondanám, mert egy olyan blézert kaptunk, ami egy könnyebb fajta, de viszont amilyen részfeladatok vannak rajta, azok viszont nehezebbek. Például a zseb elkészítése okozott nekem némi problémát, amit meg többször neki is álltam, hogy jobban sikerüljön. De hát remélhetőleg a végeredmény majd jó lesz. Bukvai Albertné a Szakma Sztár Fesztivál országos versenyfelelőse a könnyűipari ágazatban. Ő állította össze a feladatokat, a diákoknak műszaki leírások és mintadarabok alapján kellett elkészíteni a készterméket. Női szabók azok blézert, szoknyát és lakástextilt fognak készíteni, a férfi szabók nadrágot, férfi mellényt, és szintén egy lakástextilt, mert ugye a mostani szabó szakmában a lakástextil készítés és vizsgakövetelmény, a bőrdiszművesek pedig mindenhez passzoló táskát, illetve a férfiakhoz pedig derékövet fognak majd készíteni bőrből különböző díszítésekkel. A versenyt felügyelő zsűri elnöke elmondta, hogy az összetett feladattal az a cél, hogy a diákok minél jobban elsajátítsák és értékeljék is a szakmát. 30 évvel ezelőtt én is szakmunkásként végeztem egy ruhagyárba. És hittem az álmaimba, úgy gondoltam, hogy meg kell tanulni szabni, varni, és utána lehet alkotni és álmodozni. És hosszú távú célunk ez továbbra is ez, hogy a könnyűipart, illetve ezt a gyönyörű nemes szakmát minél több fiatal próbálja meg elsajátítani, meg szeretni. A Szombathelyen megtartott országos előválogatón legjobb eredményt elérő női, férfi szabó, valamint bőrdiszműves tanulók képviselhetik szakmájukat a Szakma Sztár Fesztiválon.